Kezdjük már el azonnal azt a retkes meccset! Kezdjétek már! Hát, mit gondolt, meddig ülök itten? Hát egy családos ember vagyok, attól be kell gyújtani a kájába, nem baj, meleg van! Gyorsan már, hát én csak azért, hogy kicsit vandálkodja, majd virága szétcsapok mindenkit! Hó, majd úgy hullnak a szírmok a fejekről! Gyerünk! Kezdjétek már azt a retkes meccset elfele! Pincér, pincér! Hol az italom? Hol az italom? Pincér! Hát nincs is itt kint senki! Francba, akkor lehet, hogy rossz napkor jöttem ki. Ah, picsába, és még be se gyújtottam. De Géta Normi egy újabb Géta Szerdászos részt hozott el nektek. Körülbelül már 9-10 napja nem volt Géta Szerdászos rész, azért elnézéseket szeretném kérni. Meg most segítségeteket szeretném kérni, mert az megvan, hogy én bejöttem ide. Itt meg van egy ásó lapát. Lapát vagy ásó? Lapát vagy ásó? Jó, az mindegyik, szétütök ezzel is mindenkit! Rendben, gazsi. Rendben, gazsi. Bejutottam ide, ebbe a gyönyörű kis... Amúgy nagyon-nagyon kicsi. Szerintem ez egy baseball mesnek elegendő helyez. Itt rendes baseballt lehet nyomatni. Most nincs a baseball töm. Na, ne itt repkedjünk a baseball pálya felett. Itten kemény meccsek fognak lejátszódni. Na. Sajnos nem lehet felrobbantani, de most egy kicsi minigun lőszert elpazaroltam a semmibe. És ez not cool, not cool man. Hol tudok itt kimenni? Hol tudok itt kimenni? Jó, itt van baseball ütő. Baseball ütő! Nem baj, akkor sem tudok még innen kimenni. Ó, meg lesz ez, oh! Ó, már ahogy nem. Persze, hogy megvan. Minden meccsel ez a CJ, amit én akarok tőle, minden megcsinál. Ez nem miért van így kivilágítva? Ezt a pálmafár kivilágítsátok? Ezt már nem világítsátok ki? Hogy van ezt, kérem szépen? Mi ez, külön pálmafa? Azért, mert nincsen a azért, mert kicsit a testesebb a vége? A külön pálmafa? Ez diszkrimináció, kérem szépen. Ez diszkrimináció! Ugye Elvis? Nem járka Elvis. Ezt a gaszt meg vegyétek már ki innen, mert már 20 rész óta, jó annyi nem, de 10 rész óta mondom, hogy vegyétek már ki ezt a gaszt. Köszönöm. És menjünk Vincével. Megyünk Vincével a Maddoghoz. Maddoghoz megyünk. Valószínűleg ez lesz az utolsó előtti Lassadrosszos rész. És még ebben részben Millit most már tényleg el kéne csábítani. Most már kell nekem az a kártya. Mindennél jobban kell az a kártya. Még egy bankkártyánál jobban is kell az a kártya. Nekem kell adnia ezt a kártyát. Na, öngyilló. Na, én nem fogok öngyilkosokon segíteni, az biztos. Gyerekek, na itt a pénzszállító, itt egy pénzszállító, ezt kellett volna ellopni buzzin? Nem öttem passziózni azzal a retkes égi daruval, de múltan ne kesergessünk, vagy keseregjünk, keveregjünk. Oké, ezt jól elmondtam. Semmi baj? Mad Dog, itt is van, Mad Dog. Ugye még ő nem adott nekünk küldetést. Ez az első, meg egyben utolsó követése, és nézzük, hogy mit akar a nagy rapsztár, akit nem is ismerünk, ugye bármivel még személyesen nem találkoztunk vele, csak kicsit kiseztünk vele, ugye Los Santosba elloptuk a Dream könyvét, azt a homo menedzserét kinyírtuk, ugye bár. Hát jó van, kíváncsi vagyok, mit akar itt Los Santosba, gondolom. Semmi jót. Mad Dog. Hát gondoltam, hogy semmi jót, aha. Hey, what's happening? Who's the idiot? That's some washed-up rapper. It's Mad Dog. Mad Dog. Kondor. Jump! Come on! Ilyen rendőrséget hívni az emberek. Ugrás. Nem mondjuk inkább egy rendőrséget hívnék, vagy a tűzoltók. What you doing up there, fool? Come on, old man. Do I know you? Don't be a wuss. I don't think so. So shut the fuck up. Nézd már, egy kis Top Joy-t elfogyasztott Mad Dog Mike-ből öngyilkos hajlamai lettek. Mondja CG, mondja, az közben te tehetsz legjobban arról, hogy ide került Mad Dog. Megölték a menedzseremet! Ellopták a rímkönyvemet! Olyan rímeket tettem bele, mint hogy füss fel a fényes nap. Ne ugolj le, Mad Dog! OG-lok ér ennyit! OG-lok ennyi nagy sztár lenne, hogy te feladd az életedet? Nem kellett volna pókerezned. Korda Gyuri bácsi legyőző pókerbe. Na. Ugolj, elkaplak, ölembe hoppansz. Gyerek, az egyik krupié az nem én vagyok. Mint én lennék, úgy nézek ki körülbelül. Hova tűnt a krupiék? Mindegy.
Travis, mi van az igaz? Nem, te nem szereted a rímeket, mi? De nem szereted a rap zenét. Nem azt nevettem. Még a pap is kiabál. Ugolj le! Minden lélek, amely bekerül! Beszélünk, milyen emberek vannak itt Last Centrusban. Hoddogáros, nem kiabál? Biztos magába kiabál. Biztos magába kiabál. Hát ez már mit hozott ide? Nem kellenek ezek a régi izé. Floppy kazetták, biztos floppy kazetta. Floppy kazetta! Miről beszélek? Én azért is megkerülöm a papot. Stay back! Kinek mondod? Kinek mondod? Levegőnek? Stay back! Pá, közben a K-Rose-ra. Hát mondja, egyszer én is leugrok háztetőről, azt kívánom, hogy közben K-Rose szóljon ott lent alattam a teherautóba. One step, stop and override. Elvileg van egy olyan kitalálás, hogyha kódozol, akkor ezt a küldetést sehogy sem tudod már megcsinálni. Nem tudom, én nem kódoztam, de amikor kódoztam, akkor is! Ugolj, meddog! Ugolj! Jamoja! Na. Bármit is jelentsen a Jamoja. Na. Óvatosan visszük, jól van. Mit csinálsz, meddog? OG-lok miatt? Jaj! Óvatosan! Brandy kell még, Brandy. Na most a KDST. Elvis! Hello! Nem hallom a KDST-t. Meddog, te egyáltalán hallasz ott valamit? Mi? Hallasz még valamit? Tarts ki velem, ilyenkor azt szoktam mondani, nem tarts ki velem, tarts ki! De amúgy CJ-nek, CJ eléggé sunyi fickó ám. Megmondom, hogy őszintén. Eléggé sunyi fickó ám, mert biztos nem azért mentette meg most Meddogot, mert annyira kisegítő lélek, mert Márta is szeretett szolgáltató embere. Ha nem, biztos majd a ő javára fordítsa ezt, persze már. Kisemmisztük Meddogot, aztán majd visszahozzuk a pályára, hogy nekünk jobb legyen. Persze CJ, így kell ezt csinálni, egy igazi gangster ilyet csinál. Ne kalódjáljad már ott, hanem segítsenek már ennek a iszákos rehabilitációs rím rappernek. Gondoltam, új menedzserre van szükségem, miért vagyok berekedve? Nem tudom, mi voltak ezek a pornós hangok, ezért elnézést kérek. Azt hittem a Young Turks meg, nem a Young Turks meg. Na, Meddog, mondjál, valami kell az a rehabilitációs központban, mondjál valami, itt van közel a bolt, veszek kiflit, kalácsot, blikket, megveszek neked mindent. Csak felvesz a telefon, Meddog. Tab. Hello? Rosenberg? Rosenberg, megismerem a hülye hangodat. Becsaci, bőhassz, veselek, mindjárt érzel, Rosenberg. Easy for you to say, this Salvatore guy might whack me at any moment. Aha, jól van, már hiányoltam is a skacokat, ugyebár, hogy nem volt Caligulás küldetésünk, de most már van Caligulás küldetésünk, gondolom el sem meg kell csinálnunk a Meddogos küldetés, vagyis tuti. Itt nincs valami patkó. Hát erre nem tudunk felugrani. Ide nem ugrunk fel, de azt hiszem itt a rehabilitációs központ tetején van egy patkó. De lehet, hogy ennél van patkó. Mindjárt kiderül. Vagy már felvettem, de nem baj. Azt a retkes teherautót ott hagyom. Flop is. Nem számít, nem érdekel. Majdnem elütött minket ez a nagy kemény srác a motorjával, aki most kapta meg még a motort, ugyebár. Ide nem lehet felmenni valahogy? Mintha csak a falat kérdeznem. Mintha csak a falat kérdeztem volna meg. Nézzük meg, hogy ez mit akar a Double Bird Special Burgers Restaurant. Gyertek ide, egyétek meg ez a zsíros szart. Azt akkor utána üljetek a WC-be, vagy 3 óra hosszat. Mert burgersot. Oké, nézzük meg akkor a utolsó Caligulás kaszinós küldetésünket. Nézzük meg, hogy mi a Stice Rosenbergéknél. Hát nem valami Hull Stice lehet, mivel ott van még mindig Don Salvatore Leon. Apám. Testvérem, barátom, ugyebár Liberty City Stories-ban nagyon jól spanolgatok vele. Itt annyira nem. Olasz fér nem keveredhet fekabérrel. Így is mondhatnám. Ájjájjájjájjá. Óvatosan. Na. A királyok
meg fognak halni. Mindig meghalnak a királyok. Hello. Elvisz. Na. Virágot viszek. Hát a Salvatore-nak. Hát ha majd ledugja a torkomom. Virágot hozol? Ez a Las Venturas verőmet is buzit csinált! Mondaná. Nem viszek virágot a Salvatore-nak. Nem viszek. Capture, ti. Játsszunk egyet. Én azt mondom, most úgy érzem, hogy tuti nyerni fogok. Mert nem 13-a van, hanem 14-e. Úgyhogy tuti nyerni fogok. Na nézzük. Melyikre tegyünk, melyik? Ne, a pirosra. Vagy a feketére? Vagy ahol vagy? 19. 19-től 36-ig nyerni fogunk 10 000. Csak ez a spanyol Hombre néni ne járkáljon már itten. Köszönöm szépen. Köszönöm! Köszönöm! Ilyen Mickey Eggeres hangon megköszöntem. Köszönöm! Tudtam, hogy nyerni fogok. Tudtam, éreztem! Maga is érezte, maga is érezte! Ha? Egy kicsit nagyon belehúzta a pólóját a nadrágjába. Ez már kicsit meleges. Noké, akkor látogassuk meg a Salvatore-t. A család. Aha. Aha. Just feel the weight of the weapon, sweetheart. I can feel the weight of someone's weapon. Hey, szóval felállt a Salvatore. Fel tud még állni? Jaj, Mekör! Jaj! Majdnem eltaláltátok a semmit. Milyen arany bilincs van a mészőrön? Biztos valami sex shopból hozták. Barátok vagyunk? Akkor itt is barátok vagyunk. Rózi? Ez a Mester 4-esek nem voltak valami nagy kemény legények. Hoho! How would you like to hit the St. Mark's Bistro? Liberty City-ben, ugye? City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these. Ők nagyon kemények. De igen, Rosen meg a legkeményebb. Ő szokta hozni mellett a minigant. Ken the killer? Killer? Ice cold Ken. That's me. And him too, I guess. Puszíj meg. Nem puszíjt meg. Mi az, hogy este van? Nem mentettem? Na húzzatok elfele innen! Most megmentettem az életeket! Érted? Most megmentettelek titeket, húzzatok elfele! Salvatore még néz ki az ablakból kifelé! Esetleg, hogyha most éppen már nem Mariával... Szóval akkor így jött össze Salvatore és Maria. Hát szomorú házasság lesz, ez nem a legjobb házasság, valószínűleg úgy fog véget érni, mint Angelina Jolie meg Brad Pitt házassága. Nem valami jól, de még rosszabbul is. De ez már Liberty City Stories, ez már GTA 3 történelem. És ha még a nagyot hallok, nem hallották volna, ez már Liberty City Stories, és ez már GTA 3 történelem. Ez egy nagyon frappáns kis küldetés, nagyon tetszik. Ugyanis most elég... hogy mondjam? Menjünk Liberty City-be. A GTA 3-as Liberty City-be. Nagyon-nagyon lestem, mikor először berakták ezt a küldetést. Én utána azt hittem, hogy valahogy, valamilyen... féleképpen még el tudunk menni Liberty City-be. Próbáltam is, hogy egy repülőt fogtam, és mondjuk elindultam észak felé, vagy nem is tudom, valaki azt a tippet adta, hogy... repüljünk erre, de ezt nem is értettem soha, hogy miért erre repüljünk, mikor ugyebár, hogyha ez San Francisco, ez Las Vegas, akkor erre kéne lenni New Yorknak, nem? Meg amúgy is erre kell majd repülnünk, ezt jól megcsalt a Rockstar. Szóval nem értettem, miért arra repüljünk? Hova megyünk? Antarktisz. Nem értettem. Na mindegy. Oké, de nagyon kis egyedi küldetés. Imádom ezt a küldetést. Olyan, azzal is próbálkoztam, hogy ott a Saint Mark Bistrónál beírom Recruitment és elrepülök, hogy akkor könnyebben el tudjunk menni CJ-vel Portland, de hát ez nem megy, ez egyszerűen így nem jött össze sohasem. Sohasem mond, hogy vége, tere, jó, köszönjük Hernádi, köszönjük. Csak éppen szerintem be van dugva az orrom. Hát lehet fel kellett volna öltöznünk. CJ.
Kabátot nem is lehet itt venni, azt hiszem Lesson to Us-ből, vagy sehol sem. Kabát van a... De azért, hát ilyen felső azért van a boltokban, de hát így pólóbordra menjünk Liberty City-be. Mert hiszen tél van! Mert ott havazik, ugye Liberty City-be, azt hiszem. De a havas Liberty City-be fogunk menni. Jaj, de jó. És miért váltsak én végig gombot a kameraváltásod? Miért? Azt akarjátok, hogy lezuhanjak? Hm? Azt akarja a játék, hogy lezuhanjak mi? Azt akarja SOS! SOS! Hú... Ja, ne játsszuk. A küldetés ezen része annyira nem szórakoztató. Radio X. Igazából nem nagyon hallom a zenét, de... Ezt meghallom. Yeah, that go with the docha. That go with the docha. Most a forrelieknek a főnökét fogjuk kinyílni, aki a Vice City-ben még ott a intro elején beszélgetett Sally Forrellivel. Azt hiszem ő mondta azt a egy mondatot, hogy Carl Rosenbergs, Bacchus Lawyer. Na őt fogjuk kinyílni. Majd aztán lesz Franco Forrelli a Don a Forrelli családba. De hát majd a Liberty City Stories-ban majd 98-ban őt is kinyíljuk. És akkor... All I want for less for Christmas, let it snow. Ó, ez igen? Nem fáznak ezek a sunák. Úgy látom. Let it snow. Private function, invitation only. Oh yeah, Mr. Leone says otherwise. Hát csak fel akartam vágni ezzel a késsel a tortát. Azért jöttem csak be. Jó, hello. Fejetlenség. Vegyétem már lefele egy kicsit ezt a zenét, mert nagyon-nagyon zörög. Kapcsoljunk már be valami kis grófót inkább. Köszönjük szépen, ne ezt a olasz izé muzsikát. Jó, tudom, hogy izé olasz étteremben vagyunk meg. Maffia Cosa Nostra, de akkor is. Olaszosan. Gigolós a fésülő hajam a CG. Jaj. Ó, kék a szeme a CG-nek. Én meg azt hittem mindig barna. Orjuka? Szőrös? Kelemen Anna. Na. Ez igen. Körülültem a csávót. Én szerintem elhagynám. Nem lehetne itt Portlanden járkálgatni? Jó, eleget járkálom most a Liberty City Stories Portlanden. Koncentrálunk a misszióra. Látom, forgalmas egy étterem. Ja, zárt körű rendezvény, elnézést, tényleg jól van, elnézést. Volt fej, nincs fej, üres fej. És mit szolgáltak fel itten mafiózók a mafiózók között, hm? Tehát a WC-ben van egy izé eldugott revolver, hm? Az igen? Shotgunnal könnyű? Oho, azt hiszem itt van a Don. Hát, azt hittem öltönbe fog járkálni, zárt körül rendezni, és közben még ilyen bőrkabárban van. A Don, mit ittak? Citromos sört ittak a mafiózók? Mi a tököm? Ha, még Sprankot ittak a mafiózók. Ez olyan, mintha itt is a való életben topcsőznának a mafiózók. Hát lehet azt csinálják, nem kell mindig inni izé bot. Ez a csávó mindig le van itt fagyva, pedig én még ki szeretnék nézni az udvarra. Nézni a hóesést. Ha leesik az első hó, jégvirág nyíl. Hoppá! Na, azért nem lesz jó, hogy nézem már még ki? Most azt hiszem már, hogy dupla Uzi van, attól még ő a nagy horgász. Pedig nem olyan nagy horgász, de én sem. Én kifutok, nem érdekel, aki nyílt, nem érdekel, de akkor is hagyd nézzem már meg a havazást. Főleg köszönöm, nem is esik a hó. Na. Cíke. Mi a vegák? Vegák lettek a mafiózók? Mi ez? Mi a tököm ez? Mit ettek volna ezek? Mi ez? Kenyér? Ez kenyér lenne amúgy? Hát igen, még nyáron dagasztották. Azon érdemes körülnézni ebbe a gyönyörű kis konyhába. Aha. Milyen gyönyörű, nézzétek meg, mi volt ez, halászháló volt itt a levegőben, vagy mi a tököm? Oho. Ez már Xanax gázkályha. Ha egyáltalán van olyan, hogy Xanax gázkályha. Jobban örültem volna, hogyha a nappal jöttem volna a Liberty Citybe. Az egy kicsit szebb.
Ó, 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 Szájjel hát! Én vagyok Tazalány a Szájjel hát! Ő gyerekek, azon gondolkodhatok már, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy olyan, ha még lesz talán, ha a GTA töltetében lesz még olyan, hogy Liberty City-ben fogunk járni, akkor lenne egy olyan GTA, hogy télen lennénk Liberty City-ben. Milyen fasza lenne? Én nagyon élvezném. Hát sajnos csak így tudunk, csak így, így kicsit tudjuk megsasolni Liberty City-t, vagy Portlandet. Itt van valahol közelben Tony Cipriani mamájának a étterme. Amúgy. Nem tudom, nem látszik sajnos, nem látszik sajnos. Hogy van Cipriani mama? Ezek az emberek, Tony, a fiam nem ért semmit, nem ért semmihez. Na jó van, körülnéztünk, ennyi elég volt, amúgy miért nem esett a hó? Elkotolták már? Rendes mafiózó ember? Ellapátolja a havat? Na jó, most már nyíljuk ki a dont. Most már nyíljuk ki a dont, nem szarozunk. Szelektálták itt a szemetet is, óó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 
macskát is megeszik ezek olaszok. Hát olaszok eszik a macskát is! Na mindegy. Mivel nyíljuk ki a dont? Hm? Hogyha ti donok lennétek, mivel gondolnátok, mivel hagynátok azt, hogy mit szeretnétek, milyen golyó általi halált halljatok? G-fegyver, golyó általi halált! Vagy esetleg más fegyver általi, golyó általi halált. Na már megint itt van az a sutyó. Jó, én azt mondom, hogy akkor dobjunk oda egy szeretett csomagot. Ó, jó, ne! Ne! Bazd meg! Üdvözlő Robert De Niro-t is! Na és akkor most megeszek egy óriási hatalmas sajtos pizzát! Mondom, megeszek egy óriási hatalmas sajtos pizzát, de neked nem adok! Vega! Ja, mert hús is lesz rajta! Miért nem? Miért nincs már átvezető? Jó, hogy mindenkit ki kell nyírni! Nem csak a dont! Nem csak a húgyos dont! Értem, jól van! Akkor felesleges volt előbb, ott rohangáztam a don mellett. Ó, Istenem, komolyan mondom, már én kezdek ideges lenni, pedig lenyugodtam. Ó, mekkora vájúban mosdanak ezek, mármint hogy mossák a erényt. Na, legalább most már látom. Látom, nappal is. A jeges, havas Liberty City-t. Hello. Ki küldött? Hogy van, édesanyád? Tögölj már meg! Hát már megint mindjárt én halok meg! Hát bekakálok. Mivel szoktatok amúgy így fenéket törölni? Milyen WC papírral? Tényleg, most ezt így beszéljük meg, körül kell írni. Milyen normál, nem citázunk túl semmi, szagosítom, minden normál WC papírral. De ez most nem tudom, hogy jött ide. És semmi baj? Na, újra itt vagyunk Las Vegasban. Remélem Rózék már elhúzták a csíkot, azóta már nem tudom, menjenek el. Mi van legmesszebb Las Vegasban? Mi van legmesszebb Las Vegasban, abáccoló? Gyertek ide. De mészőre nem akarok kezet fogni. Köszönöm a megértést. Nem hallom úgy a Jetnek az zúgásától a KDST FM-et. Most meg olyan, mintha be lenne dugó az orrom, és közben beszélnék. Mármint nem igazából, ennek a gépnek a hátulsó hangja olyan. Na mindegy. Jaj, neki nem ennyi már a Vice isnek. Aztán azt hiszik... Ja, meg nem hiszik, jó, nem mondok semmi hülyeséget, ilyen terrortámadás, még ilyesmiről nem beszélj, én Orbi, mert leütöm a fejedet, azt begetett a bocskák a bazni. De amúgy itt a reptéren, ezek a adminisztrátorok, vagy a diszpécserek, vagy a tököm se tudja, hogy mi a nevük,
Nem csodálkoznak azon, hogy az a járat nem, hogy CJ 101. $20,000! Na, hát akkor ne csodálkozzatok. Köszönöm Don Salvatore, köszönöm Don Salvatore, következő részben kirabolom a kaszinót. Köszönöm Don Salvatore. Na most már ne nyugodtál, forráljék egy kicsit. Most már lent lettek, lent lesznek, ki vannak iktatva. Most már megint el vagy a Don, most már is a király. No Rockszáj! Na kérem szépen. Akkor irány Millie Perkins. Ugye úgy hívják Perkins, nem Pearl, nem semmi gyöngy. Nem gyöngy, ha jó lány. Nem. Perkins. Pearl. Mint a pörkölt. Millie Perkins. Perkins. Most ilyen angolra tanítanak titeket. Jajaj. Jajaj. Nem baj. Nem baj amúgy, hogy itt elrepkedünk. Hagyj legyen már egy kicsit a NPC-knek is ilyen látványosságért. Még úgyse sose láttak. Las Vegas után... Las Vegas... Elvis Presley utázatokat mindig látnak az utcákon. De ilyet azért ritkán. Lehet azt hiszik, hogy Harrison Ford megint vezet ilyen kis repülőgépet. Közben kéróz megy. Nem is figyeltem. Oh, Johnny Banadood again. Na mindjárt leszállok. Ide piroskáig háztetejére. Jajaj. Tessék, Katalina. Még drágám. Idegen, Maria drágáz le. Don. Ne engemet bazd meg, drágám. Persze, persze, igen, 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 igen. Már ott a homokban vannak. Mr. Rosenberg, ho? Már a teste 80%-át homok borítja. Nem tudom, honnan tudta meg a számunkat, de... Jó, semmi baj. Nem hiszem, hogy hívni fogsz. Egyszer talán meg hívni fogsz, de akkor inkább majd anyámat szidod, meg a testvéremet, meg a macskáimat, meg a kutyáimat, meg még a szomszédjaimat is. Hagyjatok már békén! Hát hogy lehetsz ennyire buzsimen? CJ, hogy ennyire elfoglalt vagy. Mi a helyzet velem? Mi a helyzet velem? Mi? Már meg lehet csinálni a kaszinó rablást? Mi? Mi? Hogyan? Nincs is beadva. Buzzi azt mondja, hogy már meg lehet csinálni ugye a kaszidó rablást, mert kiraboljuk a Caligula kaszidót, de még a küldetés nem adta be. Akkor miről beszél? Mennyi rizspálinkát hagytak ottan Buzzi minibárjába? Szerintem elég sokat. Hát erről beszélek, még a mágnes kártya sehol sincs. Már mi itt van mágnes kártya? Hát mindjárt bemászok az ablakhoz, kihozom. Honey. Nincsen virág, hogy ne lenne? Itt a virág. Már megint enni akar, vagy inni? Nem lehetne kocsikázgatni, vagy mit tudjam én? Ne. Olyan magas hangja van, mikiek éljenek? Már megint csak puszi. Közben meg bevett már 3 orbitságot, Winters Fresh-t a szájába. Csak azért mondom, mert rágózott. Nem zavarja a szomszéd Dr. Thomas, hogy elviszik a Washingtonját, nem? De akkor menjünk Felzerre. Alfával menjünk, alfával. Én vagyok az Alfa Himmilni. Te pedig a kibaszott... Frigid kurva. Nem, Frigid az nem vagy. Ez az mini! Mint a kaszinóban, mikor ki kell egy kulcsaftot drugni! Jó, így kell csinálni. Ez nagyon szép animáció volt, mini. Karl! Perkins! Perkölt! Ezen még integetnek nekünk. Leszarok. Hova menjünk? Már kétszer voltunk az étterembe. Már... Háromszor voltunk inni. Hova vigyelek már tégedet? Már csaje! De ilyen Cracking Bell pizzázót azt úgyse szereti. Fejemhez vágja, majd még az asztalt is oda viszem. Nem. Jó, menjünk el megint ide enni, na. Jó van. Drága szag ez a hely, de... Most már add ide a mágnes kártyát. Nem adj ide a mágnes kártyát, Mili, muszáj leszek kinyírni megint. Ennyi. Muszáj leszem megint kinyifantani a bulát. Hát elnézést, így beszélek veled, Mili, de ez az igazság.
Ez nem állapot. Már ötször vagy három, négyszer voltunk, háromszor. Egyre mennek lefelé itt a számok. Háromszor voltunk randizni, erre fel nem érem le, meg egy mágnes kártyát. Te is kapsz a részesedésből. De Salvatore-nak köpni fogsz. Akkor te is a homok sivatagba végzed? Mint ahogy Rosenbergék nem végezték ott. Jaj, de jó, biztos beletettek egy kis azért falevelet is ebbe a pixalámiba. Júj, de finom volt, na menjünk már innen! Delicious, delicious, very tasty, that's very good, delicious. Millie, ne integessél nekem, hát tegnap volt a melltartó nélküliség napja. Tegnap kellett volna felvennem a részt, dicsak. Ez a pénzszállítóval amúgy nagyon irritálok, hogy mindjárt az, csak azt jár ilyenkor a fejembe, hogy milyen hülyék voltunk, mikor a égi darúval loptuk el a pénzszállítót. Owen, Owen, dűri, párápápárá. És elnézést azért srácok, hogy ebbe a konditerembe nem mentem be, vagy egyszer bent voltam, de széjjel veltek, mint a három tévénket a vasasok. Ez igaz, hogy a vasasok széjjel verték el, ott benne volt még a rész. Na mindegy, nem ez a lényeg. Nekem inkább ez a kungfus, várjál mindig, én megmutatom, itt a sínnél, a sínen megmutatom. Hello, hello Abraham, ez a kungfus mozdulat, ez sokkal bejön, sokkal jobban bejön ez a San Fierós iskolás mozdulatok, mint a Last Fantasy-os. Te hogy vagy ezzel, Milli? Járt a klubjében annyira nem kell verekedni, vagy a kaszinóba. Na, és nem is lett körözés. Milli, repülj tovább nélkülem, neked már nem fáj semmi sem. Jó, azt hittem már azt írja ki, hogy magára hagytad a barátnődöt. A randinak vége, konyec. Istenem, na ilyen ne legyél, Milli, mondjuk már az vagy, de ilyen ne legyél. Ilyen ne legyél, melltartóság nélküli napja. Jól van. Na most ha húzunk haza, már kezd már biztos kényelmetlenül érezni el magát a Milli. Hát a vesélyemet nem tettem volna fel az asztalra arra, hogy be fog hívni. Most úgy, hogy tudtam, hogy nem fog behívni, de most már hívjál fel, te is, Milli. Már hívott Salvatore, Vuzzi is hívott, Katerina is hívott. Már lassan már itt a LS elvés rendőrök is hívni fognak, hogy gyere már be egy-két fánkra a rendőrségre, CJ-ként, mert sose tudunk elkapni, annyira kemény gangster vagy. Most már te is híjjál már, Milli. Én azt hittem, hogy jól meg vagyunk. Azért drága az a étterem. Az a pixelám elég drága. Tudod, Milli? Én megadtam neked mindent, most már akkor te is adj meg nekem egy mágnes kártyát. Nem kérek sokat, csak a mágnes kártyát. Mert az mekkora köcsökség lenne, az nem lenne valami jó. Takarodj már az útból. Na, Elvis bánta ezt a focconást. Az úgy már nem nekem nem lenne jó, hogyha én most elmennék Los Santosba, mivel a Vuzis küldetésben azt takarja, hogy megyünk hamarosan vissza Los Santosba, és én elmennék Los Santosba, aztán visszajönnék kaszinót rabolni. Az úgy nem! Most akarok kirabolni a kaszinót. Remélem érthető voltam és eléggé nem női is. Aha! Haha! Haha! Borzasztó volt a tennap este. Hoho! Én nekem is libertisztő voltam, dettó. Ne, anyának el nem mond. Hát akkor a fél Blasted az megtudja, hogy kaszinót rabolunk. Millie girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure, baby, for sure. Azt mondta most a Millie. Okay, you got it. Elnézést, közben köhögök. Azt mondta most a Millie, nem azt, hogy megdolgoznak, hogy kap részesedést, ugye? Hogy ne kapnál részesedést? Hogy ne kapnál majd? Mindig anna széjjel lőlek majd. Kámert! Felesleges voltam, hogy ide eljönni Vuzzi kaszinójába, hiszen vissza kell mennem a mágnes kártyáért, ezt elfelejtettem. Nem fogja elektronikusan átküldeni.
Millie. Aj, de hülye vagyok. Elnézést, hogy most megint itt akkor most visszamegyünk. Ó, hogy ennyire buzsimen vagy, CJ! Már megint hívnak. Na! Sweet! Sweet! Hú! Lerőbbentem! Sweet! Mi újság a börtönben? Ezer éve nem hallottam rólad. Na! Mondjad! Kiuttatlak, kiuttatlak, érted? Már... Benne vagyok, ki foglak hamarosan juttatni. Mike Torino-val együtt, barátom most már Mike Torino. Kiuttatlak, jó? Ne add fel, Sweet! Nehogy csinálj valami hülyeséget, ne add fel, Sweet, jó? Kiuttatlak. Csak most megyek egy kicsit kaszinót rabolni kell a pénz. Na! Ó, itt is a mágnes kártya, meg egyéb vibrátor segédeszköz. Kérem szépen, srácok, nem tudom, hogy lehet itt élni. Felveszünk a mágnes kártyát, ez borzasztó. Ez hol van itt a fő gázkártya? Nem főz Méli? Ez a hálószoba. Mi ez a dzsuvás ajtó? Már nem azért. De tényleg most ez szentély a Millinek a mindene. Még a ilyet, legutoljára ilyet a Sindaco hús üzembe láttam ilyen falat. Jó van, nagyon jó kis helyen laksz. De most gyerekek, Pocahontas segédeszköze. Az igen, nem kétel szerintem Millinek már hozni ilyen segédeszközöket. Mert van már neki eléggé nagy gyűjtemény. Ó, mennyire buzsimán vagy, CJ! Mondjad már! Carl, it's me. You the man! Get back to the four dragons and we can get on with this thing. See you in a minute. Aztán miért ékel a kanabisszal vuzzi? A kanabisszal miért ékel? Elkezdi. Hey CJ, you're the man! Vuzzi. Ki vagy cserélve? Ki vagy cserélve, mióta utoljára találkoztunk? Ki vagy cserélve? Trút is már ott járt a kaszidóba? Vitt egy kis füvet? Jó van, Buzzi. Semmi baj. Megyünk. De te is gyere kaszidót rabolni, hogy ne? Te vagy a szerencsés vakond. Nekem nem esett semmi bajod. Aztán vigyázzál, Buzzikám, most, hogy mondom, hogy te vagy a szerencsés vakond, de végén, hogyha még Ryder élne, akkor még el is rabolt volna, mert ő nagyon gyűjtötte a vakondokat. Nagyon nagy spanyi voltak a vakondok. Vigyázzál, Buzzikám, de már nem ilyen Ryder. Úgyhogy ezért nem kell félned. Na kérem szépen, srácok, akkor a következő rész lesz az a rész, hogy visszatérünk Los Santosba. Először kiraboljuk Salvatore-nek a kaszinóját, szépen remélem. Hát, annyi ember, az a baj ezzel a kaszinórablással, megmondom őszintén, hogy nem tudom, felfogadtunk, hogy 30 embert. Nagyon kevés részesedésünk lesz, azért nem lesz jó, srácok. Igen, én is kapom majd még egy kis összeget, hát én főzöm a húsleves, mert azért éhes gyomorra nem lehet kaszinót rabolni. Mondom, mindenki megkapja itt a részesedését, én meg majd nem, azt hiszem 100 000 dollárt fogunk körülbelül kapni. Vagy nem 100, dehogy nem, csak 100 000 dollárt. Csak 100 000 dollárt fogunk kapni. Hát jól van, ez ilyen lesz, de az biztos, hogy a következő részben átérjük Los Santosban is. Remélem tetszett ez a rész nektek, srácok, én nagyon élveztem. Perkins is, Wuzzi, you're the man is! Mindenki élvezte, de az a legfontosabb, hogy ti élveztétek. Remélem. Géta Norbi elhagyja utoljára előtti. Mi? Előtti utoljára. Lászlát Durast! Sziasztok! See you later, Abraham!